Az elsőbségadási szabályokhoz kapcsolódó sorozatunk utolsó filmjéhez érkeztünk. Most azoknak szeretnék segíteni, akik RESZ vizsgára készülnek, de remélem a tanácsaim azoknak is hasznosak lesznek, akik már régóta vezetnek járművet. Pető Attila vagyok, a RESZ professzor, és figyeljetek! Nagyon sok kereszteződést megtanítottam már a tanulóknak, és minél több feladványt oldottam meg, annál jobban világosodott meg, hogy itt van egyfajta összefüggés, és ha ezeket az összefüggéseket észrevesszük és megtanuljuk, akkor sokkal könnyebben megoldhatjuk a kereszteződéssel kapcsolatos feladványokat. Én ezeket egyszerűen csak Móriczka szabályoknak hívom, hiszen Móriczka is egyszerűen megértheti. Azért azt hadd jegyezzem meg, hogy amikor az életben közlekedünk, és például egy útkereszteződéshez érkezünk, ahol megpillantunk egy másik járművet, ott mindig azt kell megállapítani, hogy én adok elsőbséget, vagy én fogok elsőbséget kapni. Azaz előnyöm van, vagy hátrányom. Ezzel szemben azok a feladványok, amik akár a tanulás során előjönnek, akár a RESZ vizsgán, megkérdezhetik azt is, hogy az adott helyzetben mi az áthaladási sorrend. Ezzel egy baj van, hogy vannak olyan szituációk, amikor nincs áthaladási sorrend. Gondoljunk arra a helyzetre, amikor például egy egyenrangú kereszteződéshez négy jármű érkezik egyszerre. Vagy gondoljunk arra a helyzetre, amikor szemből jön két jármű, és mind a kettő balra kanyarodik. Egyiknek sincs elsőbsége, egyik sem ad elsőbséget a másiknak, mert nincs olyan szabály, ami ezt előírja. Ilyenkor egyet tehetünk, hogy a RESZ főszabálya alapján mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyen baleset. Erre a helyzetre szoktuk azt mondani, hogy előzékenység, megegyezés vagy kölcsönös udvariasság alapján oldjuk meg a szituációt. Tehát a sorrend kérdése általában a közlekedés, a valós közlekedés során ritkán jön előtérbe. Engem az érdekel, hogy jobbról érkezik egy jármű, és nem az, hogy a balról érkező most hanyadiknak fog elmenni. De mindenképpen azok, akik vizsgára készülnek, találkozni fognak ilyen feladványokkal, úgyhogy jöjjenek az úgynevezett Móriczka szabályok. Amikor egy kereszteződést figyelünk a tanulás során, akkor mindig először azt állapítsuk meg, hogy kik láthatóak a képen. Ugyanis, hogyha például szirénázó mentőautót látunk, azaz megkülönböztető jelzéseit használó járművet, akkor ne gondolkozzunk, mindig ő lesz az első. Más a helyzet akkor is, hogyha villamossal vagy gyalogossal találkozunk, de a legtöbb képen csak hagyományos járművek találkoznak. A következő, hogy felismerjük azt, hogy milyen féle kereszteződésről van szó. Alaphelyzetben háromféle kereszteződést ismerhetünk, az egyenrangút, ahol nincsenek elsőbséget szabályzó táblák, a védett vagy alárendelt kereszteződést, ahol két oldalról láthatjuk az elsőbségadás kötelező, esetleg a stop táblát, és a harmadik speciális védett kereszteződés, a kanyarodó főútvonal. Ha megvan, milyen kereszteződést látunk, akkor jöhetnek a Móriczka szabályok. Minden kereszteződésben az első az, hogy megállapítsuk, hogy ki az első. Ha megvan az első, akkor meglátjuk, hogy utána nagyon könnyű lesz felállítani a sorrendet. Egyenrangú útkereszteződésben mindig első az a jármű, amelyik jobbra kisebbre kanyarodik. Az ilyen jármű más jármű részére nem kell, hogy elsőbséget adjon, így elsőként haladhat tovább. Ha pedig nincsen jobbra kisebbre kanyarodó, akkor mindig az a jármű mehet tovább, amelyiknek a jobb keze felől nem érkezik más. Értelemszerűen a jobb kész szabály lényege, hogy a jobbról érkezőnek előnyt kell adni, ha jobbról nem érkezik senki, akkor nincs kinek előnyt adni. Ha megvan az első, innentől pofon egyszerű lesz a sorrend, hiszen az óra mutató járásával egyezően haladhatnak el a járművek. Tehát semmi feladatunk nincs, megtaláljuk ki az első, és utána megpörgetjük az órát. Ilyen egyszerű. Védett kereszteződésben mindenképpen első lesz az a jármű, amelyik a védett úton vagy a főútvonalon jön, és egyenesen halad tovább, vagy pedig jobbra kanyarodik. Illetve még egy biztos pontunk van, mindig utolsó lesz, mindig hátránya lesz annak a járművnek, amelyik az elsőbségadás tábla felől érkezik, és balra kanyarodik.
Ha megvan az első, megvan az utolsó, akkor közte már könnyű kitalálni a megfelelő sorrendet. Ne felejtsük el, vélet kereszteződésben a szemből érkező járművek között mindig a kanyarodás szabálya fog dönteni, és mindig a balra kanyarodónak lesz hátránya. A hírhet kanyarodó főútvonalnál alkalmazhatjuk a legegyszerűbb Móriczka szabályt, hiszen csak egyet kell figyelni, kilátja a balra kanyarodó főútvonal táblát. Mivel ez a tábla sárga és balra fordul, ezért nagyon hasonlít egy banánra, nem véletlenül ezt a szabályt elneveztük balra banán szabálynak, és a sárga főútvonal balra kanyarodó tábla lesz a balra banán. Ugyanis aki a balra banánt látja, mindig az az első, és innentől hasonlóan az egyenrangú kereszteződéshez az óra mutató járásával egyező irányba haladhatnak tovább a járművek. Természetesen akkor vagyunk könnyű helyzetben, ha épp előttünk van ez a balra kanyarodó főútvonaltábla, hiszen tudjuk, hogy mi vagyunk az elsők. Amikor viszont nem mi látjuk, akkor ki kell találni azt, hogy ki előtt van a balra kanyarodó főútvonaltábla. Nagyon egyszerű. Ha nem látjuk, hátulról felismerjük a két rombusz alakú táblát, akkor mindig a bal oldali lesz az a bizonyos balra banán, aki onnan érkezik, az lesz az első, és utána az óramutató segítségével meghatározhatjuk a sorrendet. És van egy örömhírem, van Móriczka szabály a villamossal kapcsolatban is, a nagy mumussal kapcsolatban, ami a lényeg, hogyha védett kereszteződésben látjuk a villamos, tehát ahol vannak elsőbséget szabályozó táblák, ott a villamos helyére nyugodtan képzeljünk oda egy trabantot, a sorrend ugyanaz lesz, ugyanis a védett kereszteződésben semmiféle előnyt nem élvez a villamos, hiszen a tábláknak is engedelmeskedik, úgymond, és a kanyarodás szabályának is. Szintén örüljünk, ha a vizsgán olyan képet látunk, ami egyenrangú, és a villamos egyenesen megy tovább. Ugyanis egyenrangú kereszteződésbe, mivel jobbról is, balról is elsőbséget kell adni a villamosnak, ha egyenesen megy a villamos, akkor mindig ő lesz az első. Kicsit bajban leszünk akkor, amikor az egyenrangú kereszteződésbe a villamos balra kanyarodik. Ugyanis létezik olyan helyzet a kanyarodás szabálya miatt, amikor ilyen esetben a villamos nem az első. Hogyha megfigyeljük ezt az ábrát, az a személygépkocsi, amelyik a villamossal szemből érkezik és egyenesen megy, mivel jobb keze felől nincs más, elsőnek haladhat át a kereszteződésben. A villamos csak második lehet, hiszen a jobbról érkezővel szemben a kivétel szabály miatt elsőbséggel rendelkezik. Tehát vizsgán mindenképpen akkor örüljünk, hogyha védett kereszteződést látunk villamossal kapcsolatban, vagy olyan kereszteződést, ahol egyenrangú és egyenesen megy, ha pedig esetleg balra kanyarodik, akkor egy kicsit gondolkodjunk. És mint egy Móriczka szabályként foglaljuk össze a gyalogosokkal kapcsolatos elsőbségi szabályokat is, ami azt jelenti, hogy a gyalogosnak mindig előnye van a járdán, mindig elsőbsége rendelkezik a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, és mindig elsőbsége van a kanyarodó vagy irányt változtató járművel szembe, illetve jegyezzük meg azt is, hogy máshol nincs a gyalogosnak elsőbsége. Az a tapasztalatom, hogy akik megtanulják a Móriczka szabályt, és ez alapján oldják meg a feladatot, nem szokták elhibázni ezeket az ábrákat. Remélem ezzel nagyon sokat tudtam segíteni mindenkinek, aki közlekedik, vagy aki kresszvizsgára készül éppen. Remélem az egész elsőbséggel kapcsolatos sorozat tetszett mindenkinek, megértettétek, amiről beszélek. Megköszönöm, hogyha megosztjátok ezeket a videókat, és azért érdemes feliratkozni, mert akkor a többiről sem fogtok lemaradni. Pető Attila vagyok, a Kressz professzor, az elsőbségadással kapcsolatos sorozatot láttátok.